Be vagyunk jelentkezve, írtunk nekik. Pontban reggel 8 órakor elkezdődött a 10 órán keresztül délután 6-ig tartó pályaorientációs kalandőrület nevű online diákverseny. A megmérettetésre 9-8. Osztályos 6 fős csapat jelentkezett. Nevezés nem csak Tolna megyéből, hanem Baranyából, Vásárosdomborról is érkezett. Az előkészületek azok nagyon jól mentek, jól volt az összhangot is, nagyon sokat nevettünk, úgy gondoljuk, hogy jól lett a videónk. A diákcsapatoknak a nevezéshez egy videót kellett készíteniük, a nap során pedig online kapták meg a feladataikat, amiknek a megoldását az interneten keresztül is kellett visszaküldeniük. Nem bántam meg, hogy jöttem. Jó a közösség, jó szorakozunk, a feladatok is mennek nagyon jól. Kompetencia elvárás, tessék, kézügyesség, önállóság, felelősségtudat. A csapatoknak a nap során kartondobozokból kellett iglut építeniük, vagy címereket rajzolni, amikkel aztán tapétáztak, de a hegesztő és a villanyszerelő szakmákkal kapcsolatos kalandokat is kaptak. Sokat gyűjtöttük a dobozokat, több mint egy héten keresztül. Hát építéskor voltak egy kis nehézségek is, kétszer összedült, de végül jó lett és elkészült. Az első feladat az elég jó megizzasztott, ott már majdnem gondolkoztunk azon is, hogy elkérjük a Jokert, de végül megoldottuk nehezen, 2 óra alatt. A verseny aktuális állásáról televíziónk a Facebookon folyamatosan beszámolt. Átértünk Tamásiba, a Würz Ádám általános iskolába. A nap során 20 helyszíni kapcsolással jelentkeztünk, és bemutattunk 25 előre legyártott, a szakmákat népszerűsítő kisfilmet. Az így készült anyagokat eddig már több mint 300 000-en látták. A nap során stábjaink több mint 50 interjú alany segítségével mutatták be, hogyan is működik a megújult szakképzés, és milyen előnyökkel jár, ha manapság egy fiatal szakmát tanul. Baranyai Eszter, a Tolna megyei önkormányzat főjegyzője például Aparhanton arról beszélt, hogy a boldogulás az egyrészt munkalehetőségekre, másrészt pedig jól képzett szakemberekre van szükség. A Tolna megyei önkormányzattal kapcsolatban nagyon sokszor elhangzik az a jelmondatunk, hogy Tolna megye a hely, ahol az ember boldog és boldogul, és valóban igyekszünk minél többet megtenni azért, hogy az egyének és a közösségek lelki jólétéhez hozzájáruljunk. De nem csak ezzel a feladattal foglalkozunk, hanem a saját eszközrendszerünkkel igyekszünk hozzájárulni ahhoz is, hogy Tolna megye az a hely legyen, ahol az ember boldogul. És hát most éppen ennek kapcsán egy ehhez kapcsolódó program keretében vagyunk itt az Aparhanti Általános Iskolában. Ez pedig a Paktum projekt, az úgynevezett Paktum projekt. Hát a Tolna megyei önkormányzat egy több mint 1,2 milliárd forintos elnyert pályázat segítségével működteti az úgynevezett Tolna megyei foglalkoztatási paktumot. A megyei önkormányzattal, a megyei önkormányzati hivatallal, a Tolnáért NK Kft-vel, a Tolna megyei kormányhivatallal és a Kékmadár Alapítvánnyal. És hát ennek a paktumnak a célja az, hogy a foglalkoztatás növeléséhez hozzájáruljunk, és ezzel nyilván a lakosság jólétéhez is hozzájáruljunk. A közvetlenebb célja pedig az, hogy létrejöjjön egy olyan foglalkoztatási együttműködés a gazdasági viszonyokra rálátó szervezetek között, amelyek összetudják hangolni a cselekvéseiket, a stratégiáikat, és így hatékonyabban tudnak együtt fellépni a foglalkoztatás érdekében és a munkaerőpiac javítása érdekében. A paktumban résztvevőknek éppen az az elképzelése, hogy a céljaikat többek között a munkaerő minőség és a tudás javításával érjék el. Hát ezt hol is kezdenénk, hogyha nem az elején, a pályaválasztó fiataloknál. Nekünk nagyon fontos, hogy a fiataljaink itt maradjanak a megyében, itt tudjanak boldogulni. Ahhoz, hogy boldogulni tudjanak, ahhoz alapfeltétel, hogy olyan szakmájuk legyen, amivel itt ezt meg tudják tenni. Annak pedig a nulladik kilométere, ugye, hogy jól választanak szakmát. És hát tulajdonképpen mi ezzel a pályaorientációs támogatással arra próbáljuk fölhívni a fiatalok figyelmét, hogy itt a megyei munkáltatók érdekeltségében felmerülő szakmák és hiány szakmák közül választanak, és azokban azokat végezzék el természetesen a kiváló megyei intézmények, szakképző intézmények kötelékében.
Eközben folyamatosan érkeztek a feladatok a versengő csapatokhoz. Az aparhartia kapitánya, Gyalog Zsóka azt mondta, komoly kihívás volt a különböző kalandok teljesítése. Szükség van a csapat munkájára, közösen teljesíthetőek, viszont akár több órába is telhet egy feladat. Az igdú építése nem volt egy egyszerű munka, mert többször is összedőlt, főleg a teteje, de hát meg lehet oldani közösen. Most az ötödik feladatban, hogy lerajzoltuk az iskolák logóját, úgy megtudhatjuk, hogy igazából a honlapokról több információt is megtudhattunk, vagy akár ugye az iskoláknak a logóját is megismerhettük. Egyébként nagyon izgalmas, csapatépítő, azt kell, hogy mondjam, és összehozza az egész osztályt, mert mindenkire szükség van, meg segít megismerni az internet különböző világát, szóval hasznos. Pakson az első István szakképző iskolában is a közös munkavégzés elsajátítását és a projektben való gondolkodást tekintették a fiatalok a verseny egyik legfontosabb értékének. Ez egy régóta már működő 21 órás verseny keretében, ami már régóta évek óta működik az iskolák között, egy megmérettetés. Csak most a pandémia miatt ez leszűkült 10 órára, és ugye ebben a 10 órában kell a feladatokat elvégeznünk. A tapasztalatom mindenképpen pozitív, hiszen itt a gyerekek azért összekovácsolódnak, hiszen projektmunkákban dolgoznak, tehát amit most is látható, és ez gyakorlatilag ugye csoportkohézióban mindenképpen tudnak együtt dolgozni, és ugye később, ugye, amikor majd szakmát tanulnak, ez nagyon jó tapasztalat nekik mindenképpen. A csapatok feladatait itt Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskolában kialakított operátori irodában értékelte a tanárokból álló zsűri. A programsort úgy állították össze, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok humoros, kreatív módon a logikájukra támaszkodva ismerkedhessenek meg a különböző szakmákkal. Reggel 8-kor kiment az első kaland, és innentől kezdve kicsit széthúzott a mezőny. Volt, akinek akadtak kisebb technikai problémája kezdésnél, de sikeresen leküzdöttük, úgyhogy most fej-fej mellett több-kevesebb sikerrel haladnak. Nagyon jó. Ezek a felvételek már a verseny után két nappal, pénteken Tamásiban készültek. Akkor derült ki, hogy a Baranya megyei Vásárosdombol csapata nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A gyerekek így nagy értékű tabletekkel lettek gazdagabbak. El sem tudtuk képzelni, hogy körülbelül milyen feladatok lesznek, tehát milyen típusú. Arra gondoltunk, hogy pályaorientáció és szakközépiskola. Tehát úgy gondoltuk, hogy ügyességi feladatok lesznek, azok is lettek, de aztán ugye a minden szakma, tehát a szakmák kerültek előtérbe, és tetszett nekünk, igen. Ez közelebb hozza a szülőkhöz, sőt, menjen minden lakójához magát a szakképzést. Olyan információkat tudunk átadni közösen, hitelesen, ami nagyon-nagyon segíti a szakképzésnek a szakképzésben egyrészt az orientálást, másrészt a szakképzésnek a társadalmi elfogadását is. És ebben tényleg nagy köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. Nagyon sok cég első szóra hajlandó volt bemutatkozni, akik már eddig is foglalkoztak diákokkal, ezután is foglalkoznak. Sokkal a közelebb került mindenkihez így maga a képzés. Mit jelent az, hogy szakképzés? Sikerült talán azt is megmutatni, hogy egy szakmunkás lét az többet jelent, mint hóban, esőben, fagyban való munkát, vagy olajban turkálást, vagy rossz munkakörülmények között levő munkát, hiszen most már egyre inkább nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy automatizált robotikával átszőtt területen dolgozunk, ahol nagyon-nagyon sok tudásra van szükség, nagyon-nagyon sok információra van szükség, napi szinten fejlődésre van szükség, és persze leginkább is arra van szükség, hogy meg tudjuk csinálni a dolgokat, ne elméletben tudjuk, és én azt hiszem, hogy ennek a mai napnak, ugye ennek a kalandőrület napjának az egész üzenet az erről szólt. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, az elmúlt években folyamatosan nőtt a foglalkoztatottak száma az országnak ezen a részén. A pályaorientációs kalandőrület pedig megfelelő eszköz lehet ahhoz, hogy ez a jövőben is így legyen. Magam is rádöbbentem, hogy mennyire szükség van arra, hogy a mai modern, egyre változó világban
próbáljuk a fiataljainkat olyan irányba terelni, amely a későbbi boldogulásukat teszi lehetővé. Ahhoz, hogy Magyarországon boldoguljon valaki, ahhoz dolgoznia kell. És ugye ez a program kimondottan erről szól. Szakmai ismereteket kapnak, gyakorlatot, megismerik a munka világát, és meg tudják határozni maguknak, hogy milyen irányba szeretnének elmenni. Én sikeresnek ítélem ezt a programot, az érdeklődés is jelentős volt. Hát a koronavírus bejátszott ebbe a történetbe, de hál' Istennek a tervezők, szervezők, média és a résztvevők is hihetetlen ügyesen alkalmazkodtak a dologhoz, és ez nagyon-nagyon pozitív üzenet a jövővel kapcsolatban, mert azt mondhatom, hogy bízzunk a jövőben, mert egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen élő, aktív, tartalmilag és szakmailag indokolt programot lefuttatni, ez egy dicsőség. Nem a megye dicsősége, mi ugye a háttérben voltunk, hanem azoké, akik ezt a programot csinálták. A pályaorientációs kalandőrület főszervezője és főtámogatója a Tolnáért Non-Profit Közhasznú Kft. Volt. Varga Stadler Gábor, a cég ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrülettel azt szerették volna elérni, hogy annak ellenére is segítsék a középiskola megkezdése előtt álló fiatalokat piacképes szakmát választani, hogy a járvány miatt most nem lehet például fórumokat és expókat tartani. A Tolnáért Non-Profit Közhasznú Kft. Ugyanis mások mellett ezt vállalta a Tolna megyei foglalkoztatási paktumban. Ez az eredmény, amit ugye te is itt a számok oldalán is megközelítettél, és amit mi is visszaigazolásként, reflexekként kaptuk, az minden várakozásainkat fölülmúlt, és ami már akkor a verseny folyamán nagyon érdekes volt, hogy betekintést láttunk, hogy a gyerekek mennyire élvezték ezt az egészet. Tehát ez egyszerűen nagy öröm számunkra. Az sem elég, hogy szakmát választ egy fiatal, hanem az sem mindegy, hogy milyen szakmát. Tehát ebben is eltolódás van, nyilván erről lehetne beszélni, de a korszerű tudás az most nagyon felértékelődött, és aki ilyen szakmát végez, az biztos, hogy nagyon jól megtalálja a helyét a megyében. Vállalkozásokban válogathat is belőlük, mert örömmel várják a vállalkozások ezeket a végzett fiatalokat, és hosszú távon ezt kell működtetnünk, hogy a szakképzés irányába próbáljuk irányítani a fiatalokat, mert ez egy folyamatosan feltöltődő utánpótlás kell a cégeknek ahhoz, hogy a feladatokat el tudják végezni. A verseny valamennyi csapatát díjazták a szervezők, vagyis a feladatokat teljesítő 8 együttes minden diákja kapott díjat a szervezőktől.